titeket. Nem vagyok megszokva azzal, hogy emberek előtt beszéljek. Ennyi szem rám néz, akkor enyhén zavarba jövök. Ezért előre is elnézést kérek a nyelvbotlásokért, ha nem éppen úgy fogalmazok, ahogy én szeretném. Tegnap egy rossz hír hallottam, haza kellett utaznom. Annyira rosszul érintett ez a apósomnak a halálhíre, hogy nagyon magam alatt voltam pillanatig. Réka és jó néhány csoporttárs erősített. Ezért nagyon hálás vagyok. Elsősorban köszönetet szeretnék mondani Rékának. Úgy érzem, hogy ugye az első nap megajándékoztuk mindenki a csoportot. Én a szeretetemet ajándékoztam a csoportnak. Úgy érzem, hogy ezektől az emberektől én a tegnap abban a kellemetlen rossz pillanatban ezt a szeretetet kamatostól hatványozottan visszakaptam. Az ember, amikor ilyen rossz hírt kap, úgy nem szeretne erre a pillanatra emlékezni, úgy ki szeretné törölni az emlékezetéből, de valahogy ez a rossz hír mégis átalakult egy nagyon kellemes élményé. Azt a szeretetet, együttérzést, részvétet éreztem mindenkinek az ölelésében. Ezért hálásan köszönetet mondok mindenkinek. És engedjétek meg, hogy felkérjelek, hogy csatlakozzatok ti is az én kérésemhez, imámhoz, hogy ezt a két drága embert a Jóisten áldja meg, és adjon nekik meg minden jót, amire szükségük van. Olyan csodálatos tudást adnak át nekünk, olyan értékes a munkájuk, hogy legalábbis az én szókincsem nem elég ahhoz, hogy kifejezzem annak az értékét. Tartson távol az Isten tőlük minden rossz indulatú embert. Hatástalanítson mindenféle ártó szándékot, ami irányukban történik. És végül arra szeretnélek kérni, ugye első nap, amikor bemutatkoztunk, mindenki mindenkit megtapsolt. Arra kérnélek, hogy álljatok fel és tapsoljuk meg ezt a két csodálatos embert. Köszönöm.